Sziasztok, Dominika vagyok, üdv újra itt a csatornámon. A mai videóban megnézzük, hogy milyen könyveket tervezek elolvasni júliusban. Ezt a hónapot abból a szempontból egy picit máshogyan állítottam össze, hogy júliusnak a legvégén én szabadságon leszek, ami egyenlő azzal, hogy valószínűleg több időm lesz az olvasásra, aminek nagyon-nagyon örülök, és már alig várom. Úgyhogy ennek miért én hoztam össze ezeket a könyveket, amiket rögtön meg is fogok nektek mutatni, illetve ugye az üvegcsépből is fogok egy meglepetés könyvet kihúzni, úgyhogy lehet, hogy én ezzel is fogom kezdeni az üvegcsével, mert jobban szeretem itt az elején kihúzni a könyvet, és tudni, hogy mi az, amit olvasni fogok ebben a hónapban, mint hogy a legvégén, mert türelmetlen vagyok ilyen szempontból. Kerültek bele egyébként új könyvek, amióta húztam az üvegből, úgyhogy nagyon-nagyon jól megkeverem, hogy tényleg ne rögtön olyat húzzak ki. Ez nagyon picike ez a kis cetli. Ez a piranézi. Akkor a piranézit fogom elolvasni, amit egyébként idén szereztem be, azért, mert a várólistámon nagyon régóta rajta van, és a Peti is el akarta olvasni. Ugye ő egyébként már elolvasta, és tetszett neki, és mondta, hogy valószínűleg nekem nem biztos, hogy annyira fog tetszeni. Meglátjuk, de ide hozom első körben. Ez lenne a piranézi, ha esetleg még nem találkoztatok volna a borítójával, vagy esetleg magával a kötettel. Nagyon-nagyon sok helyen találkoztam már ezzel a kötettel, tényleg évek óta fenn volt a várólistámon, és nagyon is sokan szeretik és dicsérik. Én egyébként Susanna Clarke-nak a nevével a Holló király című köteténél futottam össze még 10 évvel ezelőtt, de sosem olvastam azt a kötetét. Annyira most tervben nincs is, majd meglátjuk, hogy a piranézi az mit fog nekem adni, vagy mondjuk, hogy mennyire kedvelem meg a szerzői stílusát, vagy az írói stílusát, ahogyan ír. De nagyon félek ettől a kötettől. Egy TikTok videómban volt pont egy olyan kérdés, hogy melyik ez a könyv, amitől nagyon-nagyon félsz, és még nem olvastad el. Nekem a piranézi, félek tőle, mert nem akarok ilyen szájízzel belekezdeni majd az olvasásába, de nem annyira szeretem az ilyen mitológiás köteteket, és ez pedig nagyon olyannak tűnik. Ráadásul mágikus realizmus, és ahogy a Petitől hallottam, sokféleképpen lehet értelmezni, az mondjuk pozitív, hogy mindenkinek mást ad, mert az olyan köteteket szeretem, de megnézzük majd, hogy milyen lesz, nem is akarom húzni vele az időt. Hál' Istennek nem egy 700 oldalas kötetről van szó, hanem 220, úgyhogy ez még szerintem bele is fog férni a hónapba. Aztán, mivel ezt a videót én már július elején veszem fel, ezért elkezdtem olvasni a következő kötetet, ami nem más, mint Shannon Maguire-nek a Cukorszín égbolt alatt című kötete. Ez a, majdnem azt akartam mondani, hogy a Wayward Pines trilógia, ami egyébként Blake Crouch, de ez az Eleanor, nem, ez a Csellengő gyerekek sorozatnak a harmadik része. Az első rész volt a Minden szív kaput nyit, a második pedig a Mélybe ránt a lábvilág, és ebből a két kötetből egyébként nekem a Mélybe ránt a lábvilág sokkal jobban tetszett, mint az első része. Szóval úgy döntöttem, ahogy így random nézegettem most a könyvespolcaimat a júliusi hónap elején, hogy olvasnék egy olyan könyvet, amihez nem nyúlnék jelenleg még hozzá, de valamiért néha van nekem egy ilyen készletésem, hogy egy olyan könyvet akarok olvasni, amit amúgy nem biztos, hogy most elolvastam volna, de közben egy ilyen challenge magam mellé, vagy magam felé is, hogy kiválasszam, elolvassam, és utána tök jó érzés lesz, hogy basszus, ezt a könyvet is elolvastam, pedig amúgy nem terveztem így mostanában olvasni. Úgyhogy ez a könyv tipikusan ebbe a kategóriába esett. Amúgy is nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, mert ez az egész Csellengő gyerek sorozat, vagy gyerekek sorozat tetszik egyébként, nagyon jó a koncepció, hiszen olyan gyermekekről van szó, akik át tudnak lépni bizonyos világokba, és különböző világokról van szó, vannak logikus világok, itt van akár tényleg ez a cukorszín égboltos világ, aminek most nem itt eszembe a neve. Szóval különböző ilyen furcsa világokba léphetnek át ezek a gyerekek, és onnan visszalépve az igazi mi világunkba nem találják a helyüket, és mindenképpen vissza szeretnének menni, mert ők oda tartoznak. Itt is egyébként több karaktert követhetünk, mert egy égből potyant lánynak, Suminak a történetével találkozhatunk, aki az édesanyját keresi, aki már egyébként meghalt, még Sumi születése előtt, tehát tényleg párhuzamos világokról is beszélhetünk egyébként ilyen esetben. Sumi lassacskán tűnik el, és meg kell találni az édesanyját ahhoz, hogy úgymond ő létezhessen. Legalábbis eddig tényleg az elején járok a kötetnek, a 67. oldalon, bár olyan picike ez a kötet, hogy lassan az már a felének számít,
De nekem eddig egyébként tetszik. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy eddig tetszik, felkeltette a figyelmemet, nem érzem azt, hogy az évek alatt kiestem volna a sorozatból, tehát nagyon könnyű visszatérni hozzá. Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi leszek, és egy gyönyörű a borítója. Még mindig imádom. Nagyon jók ezek a kötetek. És sajnos egyébként azt hiszem, hogy nem jön a folytatása magyarul. Tehát a negyedik résztől kezdve azt hiszem ez egy 11 részes sorozat, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy majd én minden át fogok váltani valószínűleg angolra. Aztán a havi egy közös könyvünk Ancsival nem lesz más most itt a júliusi hónapban, mint Penelope Douglas-től a Creedence című kötet. Jaj, gyerekek! Nagyon-nagyon sokat gondolkodtunk, hogy mi legyen a júliusi kötetünk, és arra az elhatározásra jutottunk, főleg egyébként Ancsi szeretett volna egy kicsit erotikusabb kötetet választani, és nagyon-nagyon sokat nézegettünk a neten, hogy most mit olvassunk, hogy a Twisted Games-t, vagy az Icebreakers, de hogy őszinte legyek, már most tudom, hogy nekem egyik se tetszene. Viszont Ancsit egyébként még mindig érdekli mind a két könyv, úgyhogy lehet, hogy majd a jövőben egyszer azt is el fogjuk közösen olvasni. De Penelope Douglasnek a neve egyébként nekem egyáltalán nem ismeretlen, és várólistámon is van egyébként egy-két kötete, a Birthday Girl, azt hiszem, az már egy, szerintem egy 4-5 éve várólistámon van, de még mindig nem olvastam a szerzőtől, úgyhogy a Creedence-re esett a választásunk, amivel van egy-két fenntartásunk, mert ez egy nagyon sötét erotikus kötetnek számít, és fordított hárem van benne, ami még érdekesebbnek tűnik, viszont ahogy nézegettem az értékeléseket, mindenki azt írta róla, hogy ez egy nagyon-nagyon furcsa könyv volt, és hogy ilyet még nem olvastak, és nem tudják eldönteni, hogy ez most jó-e vagy rossz, és úgy voltam vele, hogy na, nekem ez a vegyes értékelés zuhatag fog segíteni, és emiatt keltette fel egyébként csak úgy igazán az érdeklődésemet ez a kötet, és végül is így választottuk Kilancsival. Fizikálisan még nincs meg nekem, úton van, a Libristótól rendeltem már hát lassan egy hete, és még mindig nem ért ide, de lelassan jön sajnos a szállítás az ő oldalukról, úgyhogy valamikor hónap végén fogom tudni elkezdeni Ancsival ezt a könyvet, de nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá. Remélem, hogy tényleg be is tudjuk fejezni, és hogy gyorsan lehet vele haladni, mert egyébként 560 oldal körül jár, úgyhogy egy picit főleg ilyen oldalról, de ezzel kíváncsi leszek rá. Aztán, amit a hónapban terveztem még olvasni, így, hogy szabadságon vagyok, ezt körülbelül a környékén szeretném majd elolvasni. Nagyon kíváncsi vagyok rá, fel vagyok hype-olva, tényleg. Ez Tony Dieterlicinek és Holly Blacknek a Spiderwick krónikái fantasztikus, csodagyűjteményes kiadás, tehát ez annyit jelent, hogy régen lehetett kapni a Spiderwicknek ezeket a kis piciket, tényleg ilyen kis pici kis könyvecskéket, és így lehet begyűjteni úgymond az egész történetet. Nekem abból az első rész gyerekként megvolt, és elolvastam, és egyébként tetszett, de úgy hagytam is, mert úgy annyira nem érintett meg. Viszont én kedvelem a filmet, és többször láttam, és valami van benne, úgyhogy úgy döntöttem, hogy el fogom olvasni az egészet, így, hogy most már be lehet szerezni ilyen tényleg egész gyűjteményesként. És benne vannak az illusztrációk is, aminek nagyon-nagyon örülök, tök jó, hogy van benne, és hát Tony Dieterlici, nem is kell más mondanom, hiszen ugye az egyik kedvenc Middle Grade sorozatomnak ő a szerzője, méghozzá ugye a Vondla sorozatnak, amit még mindig kiadhatnának a kiadók magyarul, mert iszonyatosan jók, és mindenkihez el kell jutnia. Úgyhogy a Spider-Man kronikáit tervezem még ebben a hónapban elolvasni, azért ez is egy elég tömör kötet, de szerintem az illusztrációk miatt, meg a történet miatt is, amit ismerek, gyorsan fogok haladni. Aztán, hogyha belefér a hónapban, már pedig szeretném, hogy beleférjen, akkor ezt szeretném olvasni, az Édes palacsintát is. Ez a kötet nagyon-nagyon virizgálja a fantáziámat, mert egyébként jókat olvastam róla, úgy viszonylagosan, és különlegesnek hat egyébként nekem a története, tehát nem az a tipikus ázsiai szerzős vagy japán szerzős kötetek, amiket szoktam mostanában olvasni, tehát annál nekem egy picikét többnek tűnik ez a kötet. Fel is olvasom a fülszövegét. Szentáró élete kudarc minden téren. Priusza van, sokat iszik, és puszta emlék, hogy valaha író akart lenni. Az idő múlását már csak a cseresznyefa virágzás jelzi. Egy kis cukrászdában dolgozik, ahol Darajakit árul egy édes vörösbab krémmel töltött palacsintát. De aztán minden megváltozik. Megjelenik az életébe Tokue, egy idős asszony, akinek az ízületi gyulladástól eltorzultak az ujjai, és akinek zavaros a múltja.
Tokajev csinálja a legjobb édesvörös babkrémet, amit Szentáró életébe kóstolt, és az asszony kezdi megtanítani a mesterségére, ám miközben elmélyül a barátságuk, elkerülhetetlenül nehezedik rájuk a társadalmi elvárások nyomása, és Tokajev sötét titka is napvilágra kerül. Szerintem tök jól hangzik egyébként a fülszöveg, figyelemfelkeltő szerintem a borító is, picike kis könyvről van szó, úgyhogy bele kell férni ebben a hónapban, tényleg nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá. Úgyhogy akkor én ezeket a könyveket választottam ki ebbe a hónapba olvasásra, ugye még ide el kell képzelni a Creedence-t is, amire szintén nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Meglátjuk, hogy lesz-e időm ebbe a hónapba mind az 5 könyvre, de nagyon remélem, hogy bele fog férni, mert tényleg nagyon sokat szeretnék olvasni majd most. És hál' Istennek augusztus első felében is még egy picikét itthon leszek, úgyhogy tényleg még az augusztus is akár jól tud sikerülni. Ti milyen könyveket terveztek elolvasni most így júliusban? Írjátok meg nekem kommentben, megtehetek mindenféle social media felületen, Just a Bookie szónéven, és akkor találkozunk a legközelebbi videómban is. Sziasztok!